Egy Danuvia motorkerékpár bemutatón vagyunk, ami Danuvia Dave Chappell néven kezdte pályafutását. Igazából a Chappell művek gyártásába futott. Mivel ott átértek a 250-es készülékek gyártására, így a Danuvia átkerült Zuglóba, az Angol utcába gyártásra. A Danuvia jár egy hadi üzem volt, amelyeknek a kibővítése folyamán sor került a motorkerékpár gyártására. 57-től körülbelül 63-64-ig gyártották, és olyan 80-120 ezer példány kelhetett el belőle, idehaza és külföldre is több-kevesebb sikerrel. A korának megfelelő jó motorkerékpár volt 125 köbcent és 3 liter fogyasztású 19-es kerékkel, ami kordatikumi volt, ami szintén hazai gyártásba készült, ugye a Kerepesi úti nagyüzemben. Ez a motorkerékpár, ez a Danuvia gyár pincéjéből került elő, valami más célokra rakosgatták sokáig, és utána egy fészerbe került, így autentikus felelt állapotban van mi nálunk, ami majd egy bő 3 év múlva meglátjuk, hogy ilyesmi állapotba tud-e kerülni, és akkor meghallgatjuk szép pöfögő csodálatos hangát. Ebből versenymotorok is készültek akkoriban. A Hamar Zsiga volt a versenyszakosztály szerelője, csinált 4 sebességes váltót ehhez a rendkívül jó motorkerékpárhoz. Annak kerek hengerfeje volt, és Vágy Danuvia néven futott. Ez a példány, ez 1958-as, ami érdekessége ennek a dolognak, hogy még az 50-es években is a Danuvia emblémán hungary felirat szerepelt, ami akkoriban egy eléggé osztályidegennek számított. Köszönöm, hogy meghallgattam.